Elérhető mától digitális formában Károlyi Attila 3 kötete a nagykar.hu oldalon. A Városi Könyvtár munkatársai már több mint 20 éve dolgoznak azon, hogy minden helyi kötődésű mű olvasható legyen a világhálón. A mai sajtóbeszélgetésen kiderült, Károlyi kötetei útmutatók lehetnek azok számára, akik Nagykanizsa egykori elöljáróinak és az Inkei család tagjainak életét kutatnák. 2000-ben kezdte el feltárni Kanizsa egykori képviselőinek történetét Károlyi Attila. Akkor, ahogy fogalmazott, felbőszítette, hogy nem volt pontos adat a város egykori polgármesterének, Sabján Gyulának a halálának időpontjáról. Ezúttal a Nagykanizsa város elöljárói, az Inkei breviárium, amit egyébként Cseresnyi és Péter is támogatott, és a Nagykanizsa város országgyűlési és nemzetgyűlési képviselői című munkái váltak letölthetővé. Hozzátartozik a mindennapunkhoz a digitalizáció, ennélkül nem lehet élni ma már, és még egyszer, mivel az ifjú generációnak készültek ezek a könyvek, valamelyik könyvnek a fülszövegében, azt hiszem a Nagykanizsa város előjáróiba írom a fülszövegben, hogy legyenek büszkék a városuknak a történelmére, a várospolgári identitás mindenkori alapjára. Tehát aki nem ismeri a város történetét, az nem nagykanizsai polgár. Cupi Gyula kiemelte, a statisztikák alapján egyre többen töltik le a digitálisan elérhető köteteket. A bibliotéka igazgatója szerint ez a folyamat azért is érthető, mert az internetes forma megkönnyíti a kutatók munkáját. Az a csodálatos a papírformátumhoz képest egy digitális tartalomnál, hogy abban lehet keresni. Tehát ugye mi ma tudjuk azt, hogyha el akarok küldeni egy keresőkérdést egy 500 oldalas dokumentumban, akkor az sokkal könnyebben megtehetem, mint hogyha 500 oldalt át kell lapoznom azért, hogy az a kifejezés hányszor és hol szerepel benne, vagy az a név. Tehát ilyen tekintetben is rendkívül hasznos és új lehetőség. A szerda délelőtti tájékoztatón Károlyi Attila több érdekességet is megosztott munkái kapcsán. Így például azt is, hogy Ilovszky Jánosnak, a térség egykori országgyűlési képviselőjének sírja, máig azonosítatlan a keszthelyi temetőben.